Hétvégén több korosztályunk is az Újpest FC labdarúgóival csapott össze az idei bajnokság harmadik fordulójában. A három bajnoki mérkőzés alatt 7 pontot szereztünk, és ugyancsak 7 alkalommal találtunk be az Újpest FC hálójába. Komodi László vezetője az U17-es legénysége nyitotta a szombati küzdelmeket, ahol végül gól nélküli döntetlennel 1 pontot sikerült a Fáj utcában tartani. Szintén hazai pályán fogadta Szekeres Zoltán vezetőedző U16-os gárdája a lila fehéreket, azonban ezen a találkozón már potyogtak a gólok. Zsupán Donát, Csétót Zoltán, Szilágyi Zsombor és Cserve Milán találataival 4-3-ra nyertünk az újpesti csapat ellen. Legidősebb korosztályunk sem maradhatott ki a küzdelmekből, Tóth László vezetőedző U19-es akadémistái a Tábor utcából hozták haza a győzelmet érő 3 pontot. Az összecsapás góljait ezúttal Tóth Dáriusz, Nagy Zoárd és Takács Erik szerezték.